Sziasztok! Előbb ugye gondolkoztam, hogy milyen videó legyen, és ez végül is a címből is láthattátok, ez egy ilyen kis érvelős videó lesz, nem tudom mi a címe mondjuk, de végül is nem érvelős videó, ez egy ilyen kényszerből készült videó, megnézem, hogy le tudom rakni a kamerát, és hogy leesik-e. Ez egy ilyen kicsit kényszerből készült videó, olyan szempontból, hogy kell holnap nyelvtanulán tartanom egy előadást, a gyorsítelmeknek a pozíció, a gyorsítelmek mellett kell érvelnem, mert ezt a témát választottam, csak nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz lesz. És csak most ki akarom próbálni, hogy hogy tudok előadni, jó mondjuk itt kamera van, de ez menj, ebbe van. Jó. Ebbe is fejlesztenem kell magamat, mert nem vagyok teljesen feloldódva a kamera előtt, pedig kéne. Tehát, gyorsítelmekről itt is lehet tudni, ugye általános emberi gondolat róla, hogy egészségtelen, káros, betegek leszünk tőle, gyorsan meghalunk, elhízunk, jó persze elhízhatunk tőle, hogy állandóan az a bájuk. De nézzük, hogy ha nem állandó felhasználók vagyunk, hanem csak időnkénti felhasználók, hogy akkor végül is mi is ez. Ugye olyan ronnál annyira jegyzetem, mert nem írtam, hogy az csak nap. Tehát igen, ezt le kéne írnom szépen, hogy el is tudjam esetleg olvasni. És most még mielőtt beledudál a játékom gyorsan, lehalkítom az erősítőt, és akkor nem lehet hallani. Tehát, ugye vannak ezek a hálózatok, ugye mindenki ismeri, Burger King, McDonald's, KFC, ez a tipikus három gyors étterem, bár elvileg a KFC az nem, de KFC, igen. Előbb kérsz, hogy ez csak csirkehús, de igazából az is gyors étterem, csak nem olyan nagy választék, szinte ez is gyors étterem. Ugye ezek a ilyen nemzetközi, Magyarországon is van, ugye Angliában egy ilyen fish and chips, ami igazából halakkal foglalkozik, de nekik is van sült húsuk, tehát hogy ez igen, tehát más. És ugye a hálózatokon belül garantált a minőség, tehát ugye én az Asturian ugyanazt fogom kapni, mint a Blahán, és ugyanazt fogom kapni, mint a Mamutban. Ez ugyanabból készül, ugyanaz van benne. Akkor az árak alapvetően nem mindig kedvezőek, mert hogyha megveszek egy darab szendvicset, az mondjuk 900 forint, meg ha veszek hozzá egy kólát, az még 400, meg veszek hozzá egy sült krumplit, az még 600, és akkor így már egybe hol tartunk, 2000 fölött, de ha megveszem ugyanezt menüben, amiben pont ugyanezt kapom meg, az már csak 1200. Tehát a menükkel próbálják a kedvező árakat szolgálni, illetve ugye állandó kupon kedvezmény van, hogy az én mondjuk ki a kedvenc, kedvenc gyorsétterem, amit szeretek most már, régen a Meki volt, most már a Burger King, amit tényleg szeretek, egyébként terveim között szerepel, hogy oda megyek nyáron dolgozni, mert van most ilyen diákunk a programjuk. És ugye ott van állandó, szinte állandó kupon kedvezmény, telefonos applikációt csinálnak, hogy kupon kedvezmény legyen, meg ugye régen postán is dobták ilyeneket, most már annyira nem, de ott a pénztár is lehet kérni, mielőtt választok, hogy akkor abból választok, mert nekik is megéri, mert ahhoz képest, hogy olcsóbb, miért neki mindig megéri. Szerintem alapvetően olyan a pozitív bevétel, hogy hogy haszon kiadáshoz képest, oké, állandóan terjeszkednek, meg ugye hát nézzük Burger King, az nem tudom mennyire nemzetközi, de nemzetközi, mert Egyiptomban is volt Burger King. Nem is tudom, azzafelé ott videóztam, de mindegy, ott volt Burger King a reptéren. Még Burger King arabbal fedezte volt a pohárra írva, ott másnál néztem, én nem ettem kivételesen. Tehát ezekkor a kuponokkal is kedvezőbbé akarják tenni. Ugye alapvetően a kiszolgálás gyors. KFC-be egyáltalán nem járok, arról nem tudok kifejezett adatot mondani. Én régen úgy emlékszem, hogy a Meki-be tényleg egész gyors volt, még én gyerekkoromban igazából ugye végül is hogy mondjuk apukám szoktatott rá erre gyors étteremre, most már szoktat le róla, mert megváltozott a gondolkodás mondja, és már nem gyors étterem, de azért, hogyha hogy mentünk, akkor ugye általában McDrive, és akkor beállunk kocsival, kikérez, következő ablaknál már ki is, tehát az alapvetően gyors étterem, ha beültünk, akkor is kijöttek elég, alapvetően egész gyorsan. Amit én most tudok, ugye, ami utoljára voltam mondjuk a Burger Kingben, 2-3 hónappal ezelőtt volt már az is, de van olyan, hogy én kikérek mondjuk 2-3 menüt, mert viszek valahova a kaját, és akkor tényleg sok tételt kérek ki,
akkor tényleg lassabban jön meg. De igazából egy menü is, a Burger King-ben nem mindig gyors, de nem azt mondom, hogy lassú. Tehát egy étteremben várok 20 percet, itt várok 5-öt. De ugye itt akkor is soknak tűnik, mert ilyen sorban állás, férben állás, közben már a következőt kérdezi, meg ilyenek. És ezzel időt lehet megtakarítani, hogy gyorsabb a kiszolgálás, mintha beülök egy étterembe. Meg ugye kérhetem elvitelre is, amit ugye nem kérhetek a étterembe, hogy kérek három rántott szeletet, a sárbolonyával elvitelre, mert nem lehet, de ugye Burger King gyors étterem erre épül föl. Ha akarod, mint egy étterembe, ott is elfogyasztod, de ha akarod, elviheted magaddal, be is csomagolják, ugye ez alapvetően zsákba adják. Már ugye itt van egy ilyen zsákon, ami megvan. Azóta őrítgetem. Mikor már ilyen füles zsákok vannak a Burger King-ben, ilyen füle van. Tehát, mert igen, a Mac-ében is volt ez, hogy papírzacskó, de akkor nem volt füle, és akkor úgy összecsavarod, és úgy vissza, kitakad, nem tudom. Ez egész jó ez a... hol tartottunk? Igen. Még alapvetően ugye az éttermekre figyelnek oda, hogy tiszta legyen, mint ez más étterem látsz, és ugye figyel arra, de nincs az, hogy kosz van a földön, vagy valami tisztaság van az éttermekben, ilyenekre is odafigyelnek. És egyszerűek az éttermek, tehát nincsen túl csicsászva egy terítő, meg minden, hanem asztal van szék, esetleg ilyen fotelszék, ez ami beépített itt sarokba, tehát ugye így vannak megcsinálva, nem az van, hogy nincs túl csicsázva, nincs pince, de minden sorban állunk, de mindenki tudja mondjuk, persze. Ilyen szempontból ugye tényleg jó. Ugye megközelíthetőség szempontjából is jók, általában olyan helyekre rakják direkt a gyors éttermeket, ahol tényleg sok ember jár, tehát nem fogják a faluról lerakni olyan helyre, ahol nem jár ember, nem olyan helyre rakják, ahol sok ember jár. Általában ezeknek van parkolója. Nem mindegyiknek van, mert én úgy tudom például, hogy az Etele útinak nincs például parkolója, de ott is van MagDrive, tehát ha autóval megyek, és tényleg tehát akkor fogom, megveszem az ablakfel, és megyek tovább, tehát tényleg sietek munkahelyi ízét, majd benn megeszem öbbét tünetbe, bár a legtöbb ételt ilyen helyről nem érdemes újra melegíteni, hamburgert még nem melegítettem újra, ha a sárbúrgonyát melegítettem, annak undorító íze lesz. Tehát nem tudom, hogy ha otthon készült hasárbúrgonya újra melegíthető, a sütős azt tudom, hogy igen. Az olajos az nem tudom, hogy itthon házilag újra melegíthető-e, de ha újra melegíthető, lehet, hogy jó, de ez nem jó. Tehát amikor meg is sült krumplit újra melegítem, az nem jó. Kiszárad, ilyen nyálas lesz minden, a só kiűr rajta, mert ugye nem tiszta sót használ, még ugye az ott felszolgált hasárbúrgonya, ez jó, ez negatívum, de meg a húst, pugácsa, meg minden, ugye ez egy olyan dolog, ez egy ilyen, már egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy tele van cukorral például, mert a cukor ugye energiát ad, ettől lesz az, hogy megesszük, jól érezzük magunkat, elmegyünk az étteremből, 20-25 perc múlva, 2 óra múlva, mert éhesebb voltam, mint voltam, mert ugye igen, tehát fölmegy a cukorszint, a vércukorszintünk, és utána leesik. Ugye ez egy ilyen összeesküvés elmélet, nem tudom igaz-e, ugye és a következő pontom ez is lett volna, hogy ugye finom ételek meg ilyenek, tehát, hogy veszünk egy ekkora szendvicset, tényleg nem a nagyot, hanem a picit. Tehát van benne 3 csirkefalat, majonéz, saláta. Ugye ez a chicken nugget szendvics a Burger King-ben, az egyik kedvencem a Whopper után, csak ugye ez pici. Megeszem belőle 2, ugye én egy nagy darab ember vagyok, beférek mint még a képbe, de tényleg nagyobb vagyok, 194 centi. Ugye azért, mert szeretem a gyors ételeket, és most mellett érvelek, ezért ilyen gondolható, hogy nem vagyok egy sovány ember. Most folyók urázom is, de na, tehát értitek. És ugye ebből megeszem 2, és akkor utána megettem, oké, 2-3-4-5 percig, még ez van, hogy ez a megennék még belőle 10 darabot, mert soha nem lehet ebből jól lakni, meg eteti magát, ugye ez mert tele van cukorral, finom, jó ízű minden, fél óra múlva, meg ez a tele vagyok, nyomja a gyomromat belülről, mindjárt elhányom magamat, érzés. Mikor tényleg tele vagyok, mikor az utolsó falatot úgy kell lenyomni a torkomon, de és nem tudok tényleg semmit enni, mert inni is alig lehet utána. Ilyen ezért van, mert azt csinálja, hogy ugye eteti magát, hogy akkor egyél sokat még ott, majd elmész, már nem érdekli igazából, hogy mi van vele, de alapvetően
ha keveset eszünk belőle, akkor gyors megoldása, íz, gyorsítelem, jó. Arra, hogy hosszú távon ezzel étkezzek, nem jó, itt nagyon gyakran kell belőle enni, mert ugye tele van gabonával, és föl lemegy a vércukor szintünk, ugye a gyorsan felszívódó gabonáktól, ami ugye nem jó se a szervezetünknek, se az egészségünknek, se semmi. És ugye még egy pár ugye ellenérv, alapvetően ugye a sütkünöt az olajban csinálják, de azért, mert ugye így finom, tehát nem lehet máshogy csinálni a sütkünöt, hogy finom legyen, mert meg lehet csinálni a sütkünöt egy sütőbe, de az nem lesz finom. Tehát oké, ez ilyen szempontból egészségtelen, hogy igen, olajban készült a sütkünöt, de finom, jó. Nem az lenne, hogy egészséges étterem, hanem gyors. Gyorsan elkészíthető, gyorsan megehető és finom. Tehát nem mondta, hogy egészséges. Nem is az, de nem erről van szó. Ugye, amit említettem, ugye ez a kupon kedvezmény, ugye ott említettem már ezt, hogy ugye darabonként véve drága az étel, tehát nem érdemes darabonként venni, és nem érdemes igazából egy darabot se venni, mert veszek egy darab wafer szendvicset, ami ugye egy jó nagy szendvics mondjuk, tehát egy jól lakható szendvics, veszek egy darab wafer szendvicset 900 forint, veszek egy wafer menüt 1200 forint, ha jól tudom. Nem vettem még így, tehát én ilyen kis kiszerelési menüet nem vettem még, tehát meg régen voltam, tehát nem tudom az árakat pontosan. Igen, ezt mondtam, hogy a közhirdelem szerint egészségtelen, de ez végül is tényleg az, de nem olyan rossz. Tehát, hogyha alkalmilag eszünk benne, nem olyan rossz, és nem mentek csődbe, tehát valami van benne mégiscsak, jó, sok az elhízott ember, ha nézzük ott, Angliában, ha tényleg ezt veszik, az emberek 65%-a el van hízva, az adat nem fontos, tegyük hozzá, de valamilyen körül, sokat agat. Köbö. És ugye ezt is elmondtam, hogy gyorsan felszívottok. Na, de akkor ez nagyjából ennyi lett volna, persze most itt a monitorom tetejéhez beszélek, mert megfordultam, hogy ne lássam, mi van a monitoromon, és a monitorom tetején vagytok, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez most tényleg spontán volt, mint hogy egy osztályterem előtt beszélnék, ahol vannak 20-an, tehát ez nem mondom azt, hogy tényleg ilyen szempontból minden szava igaz. Itt nem állítok meg, de itt is megálltok. Tehát jó, mindenhol lerakható ez az esély. Csak így ez így veszélyes gameplay-t, akkor már aztán meglöködik, leesik. Egyébként ott voltatok fönn. Ott. Itt voltatok, se arra néztem, és akkor ott álltam. Tehát ez így... Szerintem ez jó, ez az előadás. Persze nem tudom, hogy előadni az a baj itt. Most egyébként egész feloldódott voltam kamera előtt. Mert így se szoktam. De... kurva gátlásos vagyok egyébként iskolában. Tehát... azt, hogy ezt nem fogom úgy előadni, mint most. Tényleg ez, amit most jó, persze mindig Herbie-vel jövök, de őt nézem egyedül videósok közül. Ez a... ugye ő agorafóbiás, aztán nem akarok hülyeséget mondani. Valami pánikrohama van, tehát emberek között agyfasz kap, és utána rosszul lesz. És ugye itt meg videóban megbeszél, több ezer ember megnézi. Aki nem végignézi, az mondjuk nem több ezer, de egy 200 ember biztos van, aki jut, de szerintem ezrek is vannak simán, aki minden szavát megnézi. Most én például ugye nézem vissza őt, amit az előző videóban is mondtam. De... tehát ő is mondja, egy kamerába végül is lehet beszélni, mert más az, mikor embereknek, emberekkel beszélünk, van egy olyan kis gátlás. Itt nincs akkora gátlás, végül is egy fekete kockához beszélek, mert ugye ő is videózott GoPro-val, én is most ez végül is GoPro, ugye a CG. Tényleg eszembe jut az egyik téma, a CG-ről akarok vélemény videót csinálni, akkor mindjárt videózunk még egyet. Na mindegy, tehát akkor gyors éttermek mellett kampányolás videó ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek, és nekem tök mindegy, hogy lájkoltjátok vagy nem, nem érdekel, iratkozzatok fel, vagy de nekem mindegy. Úgyse leszek híres soha, sziasztok!